Van egy fiatal zenekar, amely nem hagyta el a várost, ahol élt. A Before the Last 2016-ban trióként indult, majd rövid időn belül a fúvósokkal kiegészült banda saját ötletek megvalósításába kezdett. Írtak már fesztiválhimnuszt, ódát a pultos lányhoz, vagy épp vallomást a doktor úrhoz. A megújult Friday Session első két adásában a Before the Last zenekar kapja a főszerepet. Új arcok, új zenekarok, új dalok hétről hétre. A Sunken Productions bemutatja Friday Session, ahol az új generáció bemutatkozik. Hello everyone, it's Tran here. I'm from Baku, Azerbaijan, and I'm here to listen to Before the Last track, Magama Vislek. Wow, I actually liked it. Of course, I don't speak Hungarian, but I do feel like I got the emotions through melodies and, let's say, the high parts and the low ends of this song throughout the listening experience. While listening to the song, it sounded like a soft pop or pop music, but at the same time, when I was listening to very little nuances throughout the song, I was able to hear, let's say, some tracks or some examples of funk in there or reggae, and it was very exciting to just realize it's not just a soft pop or pop, that it has also different influences from other genres throughout this song. So I think that was very special and it was very joyful at the same time. Mikor elkezdtünk a legeslegelején saját dalokat írni, amiből hál' Isten már egy sem elérhető, sehol sem, és ez így van jól, azok túlnyomó részt regi stílusban íródtak még a legelején. Tehát amikor hárman, négyen voltunk még a zenekarban, komolyan mondom, egyetlen egyszer lemertük ezt nyilatkozni, hogy kérdezték, hogy nagyjából hova soroljuk be magunkat, és mondtam, hogy egy kicsit ilyen regisebb a sztori, meg minden. Na azóta tök mindegy, hogy milyen dalt adunk ki, tök mindegy, hogy mennyire másabb az egész. A Miskolci regi zenekar. Miért játszik a Miskolci zenekar regit? Tehát itt is elmondanám, már nem regi zenekar vagyunk. Hárman kezdtük el a zenekart, Mátéval, meg a Zolival, aki most sajnos nem tud itt lenni, mert beteg. Ilyen vendéglátós szinten jártunk így egy-két ilyen bárba, meg éttermekbe játszani, hasonló. És valamiért nagyon nagy szenvedélyünk volt az, hogy a daloknak az utolsó harmóniáját, ezt lehagytuk. Így csak az utolsó előtti volt meg, és így lettünk mi Before the Last. Egyre inkább szükségét éreztük, plusz hangszerek bevonását is a produkcióba. Így jött először egy nagyon jól sikerült buli alkalmával Bence a képbe. Együtt voltunk itt Miskolcon az egyik helyen, és már így a hajnali órákban Máté oda csoszogott hozzá, és mondta, hogy te szaksz is vagy, nem? De... akkor holnap gyere át ötre. Azóta Bence a Before the Last oszlopos tagja. És egyébként a többiek is hasonló úton, módon kerültek a zenekarba, és azóta így heten éljük ugyanazt az életet. Egy dal, ami többet ér minden szónál. A lehető legegyszerűbb eszközökkel add el a dalod egy percben. Add el a dalod. Volt per éjjel, mi fogjukra kimaradt. Volt per kör, mi még hajnalba leszaladt. Volt per kép, mi a fejembe beragadt. Valóságtól elszakadt. És még nem voltam teljesen ébren, mikor megláttalak téged a téren. Az a nagy al, hogy melyikünk lépjen, vagy egy lapot a mából kitépjen. És tényleg tetszik nekem ez a csaj, de majd rájön, hogy sok velem a baj. Mert néha elmos mindent a zaj, kiabálnék, de úgysem van. Néha elhagynám az egészet, nem érdekel semmilyen végzet, és a világ lángokban éket, akkor is magammal viszlek, magammal viszlek téged. Magammal viszlek téged. Meghívott szakértőink árgus fülekkel elemzik a dalokat, és véleményüket nem rejtik véka alá.
megmondjuk a tudtét. Mielőtt nekilátok egy ilyen típusú feladatnak, és megpróbálok szakmai szemmel egy ilyen formáció felé fordulni, akkor azon túl, ami elérhető a közösségi médiákon, akkor próbálok minél több szemszögből rálátni egy zenekarra. Nagyon szuper, hogy látszik, hogy van ötlet, van elképzelés, még a színpadon, az elrendezkedésben is tök jó pofa, hogy nem klasszikus módon a fúvósokat közvetlen egy besmellé teszik, hanem a főhős két oldalára. Ezek mind olyan dolgok, amik tükrözik azt, hogy van mögötte koncepció. Nagyon-nagyon szeretem a fiatalos lendületet, nagyon tetszik az, hogy igazán komoly energiákat mozgósítanak meg az előadók, és szerintem ez egy olyan vonulat, tán ebben a műfajban, ami kifejezetten fontos, és nagyon is illik ehhez a műfajhoz. Erősnek tartom magát a zenekart, ahhoz képest, hogy ilyen fiatalok, nagyon-nagyon össze van forva, össze van állva a produkció. Nagyon-nagyon jó az énekes srácnak a hangja, abszolút a Siklósi Őrsre emlékeztet, neki volt még ilyen hangja, hogy leénekelte a csillagokat, vérzett a torka, és mégis olyan könnyedén kijött, hogy nem tudom, emberből még ki tud-e úgy jönni, és ez abszolút szerintem megvan Gáborba is. Ez egy hatalmas nagy erősség, szerintem a zenekarnak az egyik legfontosabb alappillére, hogy az énekesnek egy olyan hangja legyen, ami átüvölt egy kommunikációs csatornát, ahol megfogja a közönséget. Ez az első, amit a laikus közönség hallgat, ez az első, amivel találkozik a hang. Hé, na, játszatok már valamit! Feljátszó. Hol foglalok? Tudva levő, hogy a zenészek azok hangszerek nélkül is tudnak zenélni, úgyhogy mi erre alapoztunk egy kis játékot, de nevezhetjük szivatásnak is, majd meglátjuk, hogy ti hogyan élitek meg. Az első feladatban csörömpölni kell, de hogy mivel és hogy mit, azt ki kell húzni. A hármas doboz, írjátok meg a fészer himnuszát. Na, mindenki választott. Na, és ezzel kell muzsikálni, akkor igaz? Jöhet, igen. Jöjjön egy groove. Kinél van a lábdob? Szerű. Az mélyebb, vagy az? Az. Na, akkor te leszel a lábdob. Pá. Ez a mögé játszás, tudjátok, a híres. Szöveget improvizálni nem tudok, szóval azt most kimarad. Azt hittem, hogy ez már az volt. Menjen! Nehezen lehet megtalálni nagyon az utat a hallgatókhoz. Elképesztően telített a piac, elképesztően sok zenekar, nagyon sok előadó van, nagyon sok mindenki hirdet, nagyon sok mindent, és így nem nehéz eltűnni e között a rengeteg között. Viszont hát azon vagyunk, hogy kitörjünk ebből a zajból. Hogyha budapesti lenne a zenekar, akkor sokkal inkább effektíve tűz közelbe lennénk. Viszont ettől függetlenül, hogy mondjuk így szakmai szempontból talán nehezebb nekünk így, én nem bánom, hogy nem budapesti a zenekar, mert én nagyon szeretem a kis vidéki stílusunkat és vidéki hozzáállásunkat a dolgunkhoz.
Nyugi, előbb-utóbb minden sláger így végzi. Feldolgozóipar. Nagyon köszönjük, hogy kiadtátok ezt a feladatot. Az alapmű is elképesztően állati jó, és játszani, meg így kicsit így hozzányúlni, picit belenyúlni, nagyon-nagyon jó érzés volt, szóval abszolút pozitívak a tapasztalataink ezzel kapcsolatban. Nagyon sok ilyen fantáziátlan ilyen rock cover van, ami lényegében semmit nem csinál az alapdallal, csak nem tudom, a billentyűt elektromos gitárra cseréli, meg élő soundot ad a dobnak és kész. Tehát én, nekem ez még sok esetben kevés. Tehát, hogy nehéz elcsípni ezt egyébként, és azt én nem állítom, hogy ez most nekünk 100%-ban feltétlen mindig sikerül, vagy sikerült, vagy akármi. Hogyha egy újabb identitást adunk az egésznek, egy kicsit másabb felfogást, akkor azzal kicsit kreatívabbá válik az egész, hogy nem csak eljátsszuk a United nótát, hanem tényleg megcsináljuk úgy, ahogyha ezt a dart mondjuk mi írtuk volna, akkor az hogy szólalna meg. És most következzen a keserű méz a Before the Last előadásában. Amitől félsz nagyon, egy kérdés, amire választ nincs tudom, csak ha már túl vagy a holnapon. Úgy sem tudod, hogy mennyit ér, míg játszol, de mikor végül véget ér, ami vár, lehet, hogy túl nagy jár. Nem is szemmel látható, néha üres a szín, lehet éles a kín, és a rossz út járható. Ilyen ez a keserű méz, amíg érzem, számít, hogy a tűz után jön a sótró árvíz. Keserű méz, amíg érzem, mindegy, mi a rossz, vagy jó az íz. Mint a víz elol, de nincsen keserű tévedés, de minden ilyen egy újabb ébredés. Kicsit fáj, de érted, ha ott vagy már. Jó, ami jó, ha nem is szemmel látható. Lehet üres a szív, lehet édes a kín, és a rossz út járható. Ilyen ez a keserű méz, amíg érzem, számít, hogy a tűz után jön a sótró árvíz. Keserű méz, amíg érzem, mindegy, mi a rossz, vagy jó az íz. Ilyen ez a keserű méz, amíg érzem, számít, hogy a tűz után jön a sótró árvíz. Keserű méz, amíg érzem, mindegy, hogy kíséres, sose kérdez, igen. Sok a válasz, te csak válasz, igen. Csak kíséres, sose kérdez, igen. Sok a válasz, te csak válasz, igen. Csak kíséres, sose kérdez, igen. Sok a válasz, te csak válasz, igen. Csak kíséres, sose kérdez, igen. Ilyen ez a kérdez.
Ez volt a megújult Friday Session első adása a Before the Last zenekarral. Egy hét múlva újabb játékokkal, szövegelemzéssel és a Magammal Viszlek című dal live változatával érkezik a második rész. Iratkozzatok fel a csatornára, nehogy lemaradjatok róla.